Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Legalább 500-an mentek el az Új Magyar Ház nyílt napjára múlt héten szombaton. Az érdeklődők megismerkedhettek a helyi magyar szervezetek, iskolák, vállalkozások, egyesületek képviselőivel, a gyerekek érdekes programokban vehettek részt, míg a felnőttek meglevő vagy most alakuló kapcsolataikat ápolhatták. Az új vezetőség első szervezése teljes sikert aratott. Itt vagyunk január 9-én a torontói Magyar Házban, és ahogy már mindannyian tudják, ma szervezzük a nyílt napokat, amelyre rengeteg magyar szervezetet várunk képviseltetni, többek között az Arany János iskola, itt lesz a Szent Erzsébet templom képviselői, itt lesznek a minisztránsok képviselői, ugyancsak a Babamama klubból várunk képviselőket. Nagyszámú közönségre számítunk, és reméljük mindenki jól érzi magát, és ezennel ugyancsak meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy elmondjam önöknek, hogy január 23-án egy bálat szervezünk, amit együtt a Magyar Házért címen szeretnénk megszervezni, és arra is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Örülök, hogy ezért szükség van a tapasztalatomra, és ugyanakkor sokkal nyugodtabb vagyok, mert nem minden az én feladatom és az én felelősségem. Kupa díjnyertes Andris féle kórház készül a mai napra, de csak erre az alkalomra más mindig másmilyen szokott lenni most a legfinomabb, a legjobb. Megpróbáltunk megfelelő számú standot biztosítani mindazok részére, akik érdeklődésüket mutatták abban, hogy részt vegyenek a mai nap, és megmutathassák magukat a torontói magyaroknak. És természetesen fellépők is lesznek, hogy azok, akik esetleg már ismerik az intézményeket, de szeretnének egy kicsit kikapcsolódni a délután során, akkor a színpadon láthassanak úgy gyerekprogramokat, mint felnőtteknek való irodalmi és klasszikus zenei koncert is lesz. Nagyon, nagyon nagy izgalommal nézünk elébe a mai délutánnak, estének. Nagy öröm az, hogy a magyarság itt összegyűlt, látom a gyerekeket, jó a hangulat, tényleg itt megismerhetjük egymást, megismerhetjük a magyar szervezeteket, az Arany János Magyar Iskola is mézes kalácsfestéssel készült, a gyerekek, nagyon jó a hangulat, jól érezzük magunkat. Hogy cserkészek vagyunk, szóval mindenki, akivel találkozunk, az ránk ismer, és tudja, hogy ez egy békes, szerető cserkész. Nagy öröm látni, hogy ilyen sokan eljöttek ma délután erre a nyílt napra. Látszik, hogy nagyon sok helyi, torontói, kanadai magyar érdekel, hogy hogyan tudná megtartani itt a magyarságát szervezett formában, és összejöttek itt. Szerintem legalább 400-an, de lehet, hogy minél is többen jöttek össze ma délután. Nagyon örülök, hogy ennyien összejöttek ezen az első eseményünkön, és remélem, hogy a jövőben is sokan jönnek el, és hogy az új Magyar Ház nagyon jól fog működni a jövőben.
meglepődtál, hogy az első programunkon, a mai nyílt napon ilyen szép számban jelentek meg. A vezetőség keményen dolgozott azért, hogy ez így összejöjjön, és hála Istennek megvan a látszatja, amikor önök is itt vannak, és van kiért csinálni. A jövendőbeli programokról csak annyit szeretnék mondani, hogy január 23-án két hét múlva lesz az első Együtt a Magyar Házért gála estünk, ahol mindenkit szívesen látunk. Erre az este $50 a vacsora, ami egy nagyon bűséges és ízletes vacsorának igénykezik, és különböző programokkal fogjuk szintén szórakoztatni vendégeinket. 17-én vasárnap délután egy filmvetítés lesz a Magyar Házban, ami az 56-os forradalom témájával fog foglalkozni, szerintem minden hónapban vetítünk egy filmet. A Magyar Ház nyitva van szerdától vasárnapig, délután 1 órától este 9 óráig, és minden magyar érzelmi becsületes embert szívesen látunk, és kérünk, hogy jöjjenek, dolgozzanak velünk együtt. Különböző programjaink vannak, a nyugdíjas kaptól, a Kodály fiatal táncosokig, mindenkit szívesen látunk.